Gustav Mahler. Erkel Ferenc. Nem Ferenc Erkel? Nem. Kopogtam. Nem hallottam. Mert nem vagyok magyar. Biztos csehül kopogtam, azért nem hallottam, mester. Elképzelhető. Bejöhetek? Ez az egyfelöltőn van. Elnézést. Bizonyára tudomása van róla, Guido Adler, bécsi intendáns javasolt Pestre. Igen. Ferenc Benicki, az operaház intendánsa hívott vezetni az operaházat. Örülök. Benicki úr küldött interjúra önhöz. Az opera intendánsa. Kiváló. Ezek szerint várt már. Igen. Nehezen találtam meg ezt a helyet. Mert messze van. És út sincs igazán. Nincs. Vagyis én leszek a Dalszínház új igazgatója. Úgy gondoltam, hogy ön kérdez, én pedig válaszolok. Igen. Ön kérdez? Szükséges? Nem. Nem szükséges. Magamtól is tudok beszélni. Csehországban születtem. Linz mellett kezdtem színházigazgatói tevékenységemet. Majd Ljubljanába kerültem. Ott is az opera felvirágoztatásán fáradoztam. Ön nem kérdez, de én válaszolhatok. Igen, igen, Ljubljanában az opera felvirágzott működésem alatt. Majd a nagyhírű Olmütz következett. Hitem szerinti munkában, meggyőződéssel és teljes erőmmel a Wagneri kultikus opera Csillagát igyekeztem felhelyezni a meglehetősen szürke olmützi égre. És? Felhelyeztem. Bizton állíthatom, ma is ott ragyog. Wagner ragyogását amúgy sem lehet egy könnyen elhomályosítani. Gondolom, ön is Wagner rajongója. Igen. Aztán Kassel következett. Kassel kitűnő város, a közönsége rendkívül műértő. Úgy vélem, hogy Wagner és az olasz opera méltó otthonra talált közreműködésemmel. Innen a híres lipcsei operaház, ahol volt szerencsém ismét vezetőként működni. Felteszem, ön hallott a lipcsei operáról. Hallottam. Innen Prágába vezetett az utam. Haza. Ember térjen néha haza. Prágában az új német színházban tevékenykedtem. Tevékenységem híre jutott más tartományokba. Talán Pestre is. El. A prágai opera is megismerhette Wagner zsenialitását, és nekem ennyi már elég volt. Kiváló. Bizonyára tudja, jelentős mértékben komponálok. Csak úgy, mint ön. Tájékoztattak. Igen. Nos, sajnálom, de eddigi pályám alatt nem hallhattam az ön műveit. Mint ahogy én sem az öneit. Ez azonban nem lehet gátja a kapcsolatunknak. Ez nem. Ma innen az operaházba megyek. Benicki intendáns úr bemutat a társulatnak. Úgy gondolom, hogy kellően hatásos beszédet fogok mondani, és az önök túlságosan nemzeti színezetű operai repertoárját módom lesz kiszélesíteni és bekapcsolni a mai zenei vérkeringésbe. Értem. Sok sikert hozzá. Úgy hallottam, ön új operán dolgozik. Igen.
Ha olyan állapotba ér vele, ami már hallgatható, szívesen megteszem. Kérem, üzenjen be értem. Nagy örömmel adok tanácsot a továbbiakra nézve. Feltétlenül élni fogok a lehetőséggel. Nem egy kasszeli vagy szlovén zeneszerző fordult hozzám hasonló kéréssel, és tanácsaim általában rendkívül gyümölcsözőek voltak. Kiváló. Kíván még tudni valamit? Nem. Interjú volt ez. Úgy hívják. Az önvéleménye számít az intendánsnak. Ez ugyan nem befolyásolja kinevezésemet, de feltétlen megtisztelő. Gondolom, jó benyomást tettem önre. Igen. Kérem, ezt a jó benyomást közölje az intendánssal. Feltétlenül. Köszönöm. Szívesen vettem volna, ha egy kávéval megkínál, és hosszabban elbeszélgetünk, de látom, ön fáradt. És öreg. Öreg és fáradt, úgyhogy én nem is kívánom tovább fárasztani. Itt a házban nincs kávé. Akkor majd a kávéházban. Nagyon örülök, hogy megismerkedtem önnel. Részemről az öröm. Köszönöm. Most menjen ki az ajtón. Igyon valahol egy kávét, majd forduljon vissza, és kopogjon újból. Kérem, ennek nincs akadálya. Csak nem értem. Ez nem baj. Viszontlátásra. A viszontlátásra. Most akkor menjek ki, igyak meg valahol egy kávét, jöjjek vissza, és majd kopogjak újból. Kérem rá. Kérem. Tessék! Ön feltételezem Gustav Mahler. Úgy van, de már az előbb... Erkel Ferenc. Erkel a családi nevem, de mi magyarok előre tesszük. Ez érdekes. Ezt rajtunk kívül csak a japánok teszik meg. Igazán? Nyilván rokon lelkek lehetünk, nem gondolja? Hát ezen még nem igazán gondolkodtam. Tessék. Erkel Ferenc vagyok. Zeneszerző és karmester. Itt élek Magyarországon. Magyarország? Igazán? Ön fiatal és rendkívül mozgalmas életet élt eddig. Nyilván nem ismerheti a szakmai múltamat. Nos, nem volt alkalmam, hogy mindenről... Nyilván azt sem tudja, hogy gyűlölöm Wagnert. Valóban? Magyar vagyok. De a Habsburg birodalomban születtem, és az osztrák-magyar monarchiában fogok meghalni. Figyelemre méltó. 1840-ben írtam az első operámat. Ön hány éves volt akkor? Nos, én 1860-ban születtem. Ah, bocsánat, nem ismerheti. Én alapítottam meg 1853-ban a Nemzeti Filharmóniai Társaságot. Ön akkor hány éves volt? 1860. július 7-én születtem. Elnézést, figyelmetlen voltam. Az én közreműködésemmel alakult meg a Zeneakadémia. Ó, itt van akadémia? Van. Nem is tudtam róla.
4 éve nyílt meg gyönyörű operaházunk. Tetszik önnek? Ó, igen, igen. Azt is én alapítottam meg. Úgy tudtam, hogy a bécsi intendáns... Nem jól tudja, rosszul tudja. Sajnálom. Én voltam itt az első zeneigazgató, mondhatni főzeneigazgató. Igazán? Ezért küldték hozzám. Én itt amolyan zenei tekintély vagyok, ha érti. Nos, köszönöm, hogy erről tájékoztatott. Hálás vagyok érte. A nagy sietségben nem volt módom, hogy mindenről kellőképpen... Írtam 10 operát. Egy kantátát, karműveket, kísérő zenéket, szám szerint 650-et. És természetesen hangszeres műveket is. Igen, azt szoktak a zeneszerzők, hangszeres műveket. És zongoradarabokat. Azokat én is. És nyilván nem tudja, hogy a magyar népnek van himnusza. Igen, ez egy új divat. A szlovénoknak is lett, pedig hát ilyen nép nincs is, hiszen a birodalom rész, aztán mégis himnuszuk van. Nos, nem... a himnusznak is én vagyok a zeneszerzője. Igazán? Ezt szokták énekelni ünnepekkor, vagy ha forradalom van. Itt szokott lenni forradalom? Előfordul. De most nem lesz. Egy darabig nem. Ennek örülök. Nekem nyugalom kell a munkámhoz. Semmi lárma. Csak a zene. Gratulálok az operaházhoz. Nagyon impozáns építmény. Nem én építettem. Én csak megalkottam. Én zenekari dalciklust is írtam már. Igazán? Ez érdekes? Igen. Idén mutatták be első operámat. Nos, Lipcsében mutatták be. Meglehetősen sikeres volt. Bizonyára hallott róla. Hallott? Igen, gondoltam. Messzire eljutott a híre. Nos, meglehetősen jól hozott a konyhára. Igazából sokat kerestem vele. Sikeres volt, mondhatom. Azóta viszonylagos jólétben élek. Kiváló! Maga... Csajkovszki is ott volt a bemutatón. Maga Csajkovszki is. Hallottam. Igen, örültem neki, hogy ott van, mégiscsak egy legenda. Bár az érzelmes, avid dallamokkal telezsúfolt zenét nem szeretem. Ő azért mester, akárhogy is nézzük. Csajkovszki mester. Kismester. Ügyes kismester, nem? Szerintem az utókor hamar elfelejti. Hát nem tudom. Van még valami, amit el akar mondani nekem, Ferenc úr? Erkel! Ferenc a kereszt nevem. Ahogy önnek a Gusztáv. Igen. Ez még szokatlan nekem. Akkor végeztünk is. Visszamennék. Elfoglalom a szállásomat. A szállásra ne rendezkedjél be, nem lesz rá szükséged. Hogyan? Magam foglak kivágni ebből a városból. A hajadnál fogva húzlak végig mindenki szégyenére az utcákon, hogy többé eszedbe ne jusson erre a földre lépni. Tudtam. Már amikor először megláttam, tudtam. Taknya. Mit képzelsz? Te leszel itt az igazgató az én operaházamban? Mondták, milyen maga. Mindenki mondta, azt hiszi, hogy meglepődtem. Az én operaházamban nem leszel igazgató. Annyi tekintélyem még van. Semmilyen tekintélye nincs. Világosan megmondták, semmilyen. Egyenlőre még az egyik fiam ott a vezető karmester. Tudom. Pocsék karmester, tegnap este volt módomra, hogy megbizonyosodjak róla. A fiaim egytől egyik. Nem érdekelnek a fiai. Igen, erről is tájékoztatok, hogy az ön családja elfoglalta a város zenei életét. De ezt nem fogjuk hagyni. Ki nem fogja hagyni? Te. Sem én. Sem a bécsi intendáns. Ez a magyar királyi opera. Ez egy opera. Ahol Wagnert fogunk játszani, akár tetszik magának, akár nem. Ez az én nemzeti operám. Itt magyarul fognak játszani és énekelni. Nem hiszem!
És miért is kellene? Most is németül beszélünk. Mert te nem tudsz magyarul. Beszélhetünk csehül is. Maga tud csehül? Hm? Beszéljünk csehül. Na. Pondoló. Azt hiszed, nem előzött meg a híred? Mindent tudok rólad. Az én hírem megelőz, valóban, mert nekem van olyan. Rólam tudják, hogy ki vagyok. Linz. Linci opera. Azt mondtad, annak is a megalapítója voltál. Linztől délre egy koszos fürdőben, egy fából tákolt viskóban kezdtél működni. Bathál. Így hívják a fürdőt, igaz? Nagyon sokat kúráltattam ott magam. Jól ismerem a helyet. A múzsának elég egy fakaiba, ha igazi módban szólal meg az élet. Kihagytál egy állomást. Aztán 2 hét Bécs. De onnan is kirúgtak úgy, hogy Olmützig repültél. Az a Bécs még nem volt felkészülve. Olmützben 3 énekessel és 4 zenésszel játszottál operákat, igaz? Nem igaz! 6 énekes volt és 12 zenész. 5 operát tanítottam ott be, 5-öt. Tudja mi az? Bizét játszottam, Verdit játszottam. 6 énekessel, kar nélkül? Igen, megoldottam. Vezényeltem és megoldottam. Tombolt a közönség, a műértő közönség. Nem kellett ahhoz közönség. Nem is nagyon volt. A fejlődésemhez kellett Olmütz. Aztán Kassel következett. Ahonnan 2 hónap után kiutáltak, igaz? Maga nyomoztatott utána, mi? Maga bécsi titkos rendőrséggel nyomoztat? Nem, csak beszéltem pár barátommal. Nem szokásom. De amikor megtudtam, hogy egy 28 éves taknyost küldenek a nyakamra, körülnéztem, igaz? Kasselben egy műveletlen, korlátolt, fogyatékos intendáns miatt kényszerű... Wilhelm Treiber. Tudom. Mi? Ez most honnan a francból tudja? Honnan ismeri? Kitűnő zenetörténeti munkái vannak. Nem is tudsz róla? Engem ez nem érdekelt. Ott éltél Kasselban, és nem tudtad, hogy ki az intendánsod? Mi? Treiber? A munkáit igen, de nem tudtam, hogy Treiber az a Treiber. Nem is volt rá módod, hogy megtudd, mert onnan is kirúgtak. Mehettél a Lipcsei Operába. A Lipcsei Opera az egyik legszínvonalasabb német társulat, és oda hívtak. Hívtak! Tudja? 6 éves szerződésem volt velük. Meddig voltál ott? Ne tegezzen! Meddig voltál ott? Haja, ne tegezzen! Amíg ki nem derült a viszonyod a híreske szopránnal, Johanna Richterrel. Ez most honnan? Honnan? Itt is volt próbaéneklésem. Mi? Szorgalmas szoprán. Szeret próbaéneklésekre járni. Megölöm, ha egyetlen rossz út ismer szólni Johannáról, megértette? Én neki írtam az első dalciklusomat. És? Tehető róla, hogy rosszak? Maga nem is hallotta. Egy őrült Wagner rajongó ne írjon dallamos dalciklusokat, még akkor sem, hogyha egy korosodó szoprán az ágyékába nyomja a test. Ezt ismételje meg! Nem ismétlem, nem volt olyan jó. És amikor hazakullattál segédkarmesternek Prágába, kiderült, hogy pár év elég volt ahhoz, hogy végképp elfelejtsenek. Kezdhettél mindent előről. Aztán én vezényeltem először a ringet. Én, Lipcsében. Mit kell egy Wagneren vezényelni? Hatalmas siker volt Lipcsében. És miért vezényeltette? Mert meghalt a betanító Artur Nikic. Meghalt. Igen, és? Tehetek én róla? Nem. Ajánlkoztam, hogy folytatom a betanítást, és nagy siker volt. Igen. Felmutathattam Wagnert. Végre felmutathattam a mestert. És a zenekart, akik a bemutató után nem voltak hajlandók dolgozni veled. Ezt most honnan tudja? Honnan tudja, mi? 2 tanítványom is van abban a zenekarban. És közölték, hogy ezzel az idegbeteg Mahlerrel nem hajlandók tovább dolgozni. Rossz zenészek voltak. Jól játszották akkor a ringet, mert én tanítottam be nekik. Azt jól játszották, miattam.
de utána visszasüllyedtek a tehetségtelenségükbe. Így volt. Mi volt a címe az operádnak, amit ott bemutattak? Na, ezt nem tudja, nem? Hallani akarom. A három pintos. Óriási siker! Ki írta? Én. Nem. De! Weber írta, akinek az unokájával Litse mellett henterektél. És a befejezetlen operáját megszerezted. Nem, nem befejezetlen, az csak egy töredék volt. Töredék. De abból írtad az operádat. Tovább gondoltam, igen, és nem henterektem az unokával, hanem megmutattam neki az egyik művemet, és ő azt mondta, hogy igen, Mahler legyen az, aki befejezi nagyapám művét. Így történt. De Weber műve az átírást követően elveszett. Leégett a házuk, és elégtek a kották. Igen, de szerencsére én akkor már kész voltam az operával. Vagyis 6 évet írtál alá. Meddig voltál ott? Majdnem 3 hónapot. Aztán Ljubljana. Elég volt, én nem beszélgetek tovább magával. A híre szlovén opera. Ne gúnyolódjon! Nincs is ilyen, hogy szlovén opera. Én megteremtettem volna, ha hagyják. De nem hagyták. Majd még visszahívnak. Majd még örülnének nekem. Nem hívnak vissza. Mint ahogy ide sem. Mennyi időt töltöttél átlag eddigi állomásaidon? 3 hónapot? Volt, hogy 1 évet. A téli szünettel együtt. Ezt én nem hallgatom tovább. Nem is kell. Most kimégy az utcára. Tudod, jobbra. Az utca végén van egy kávéház. Ott megiszol még egy kávét. És eltűnsz ebből az országból. Égönne. Viszont... Mondom, a házból ki és jobbra! Kopogtam. Hallottam. Azt kell mondani, szabad. Nem mondom. Különösen olyan embernek, akinek szüksége van rám. Nekem nincs szükségem rád. Azt hiszi, nem tájékozódtam. Ha olyan jól megy a fiaival az operaháza, miért kerestek meg engem? Miért? Nem tudom, de ezért még fejbe verek pár embert. Mert magának már leáldozott. Vége. A fiai pedig képtelenek folytatni azt, amit maga elkezdett. Takarodj innen. Maga képes feláldozni a fiai életét. Csak azért, hogy maga ragyoghasson a színpadokon és hangversenytermekben. Maga egy zsarnok. Mindenki tudja. Rájuk telepedett. Pedig lehetne saját életük, saját műveik, ha annyira tehetségesek. Nem csak a fiai. Mária.
Ő lehetne az első igazi zeneszerző, aki nő. Igaz? De ez sem fog megvalósulni. Soha. Nem akadályoztam meg. Maga már most itt a zenei élet nagy öregje. A nagy varázsló. Miért nem engedi el őket? Miért? Mert akkor nincs több bemutató. Igaz? Ha ők nem dolgoznának magával, akkor vége Ferencnek. Igaz? Erkel. Erkel. A Ferenc utána jön. Maga lehet, hogy nagy nemzeti szerző lesz. De úgy, hogy a fiairól senki sem fog tudni többé. Ők. Értem. Mindent értem szeretetből. Jó. Kiírtam a maga utóbbi sikereit. Tessék. Névtelen hősök. Opera. Hány előadást ért meg? 6-ot. 4-et. Hazudtak magának még 2-t. 4-et, azt is félházakkal. Majd István király. Az nemrég volt. Ez egyébként érdekel. Szent Istvánt ismerik még az illírek is. De maga ezt is képes volt elrontani. Hány előadást ért meg? Hányat? Bemutattuk. Szép volt. Senkinek nem kellett. Különben is ezt is a fiai írták, nem is maga. A fiaim csak segítettek. Csak segítettek. Rosszul van? Hívjak valakit? Senkit ne hívj ide. Ha ez azért, hogy pusztuljak el, akkor pusztuljak el. Ha téged ezért küldtek, akkor teljesítsd a kötelességet. Küldhetek orvosért? Benne van. Benne van. Minden zenémben ennek a nemzetnek az egész lélegzetvétele. Lehet, hogy ezt nem hallja senki más, csak mi. De jól van ez így. Az István nem jó opera. De a Bánkbán az jó. Nem egy Weber, de jó. Igen, lehet, hogy el kellett volna zavarnom a fiaimat, ahogy mondod. És megdöngleni a Bánkbán alatt. Dehogy is. Amit maga létrehozott, ez egy... Fogd be a szád! A Brankovics az jó. Majd talán egyszer jön valaki és előadja úgy, ahogy én szerettem volna. Én nem tudtam rendesen betanítani és elvezényelni. Soha nem a Kottát néztem, hanem azt az érzést akartam felidézni, amit akkor éreztem, amikor írtam. Ez nem jó. A Dózsa sikerülhetett volna, de a fiaim elrontották. Azt akartam, hogy alkossanak, dolgozzanak, tanítsam őket, legyek én a mesterük. Nem jó. Egy apa ne legyen mester. Apa nem lehet mester. Mester csak idegen lehet. Igazi mester, csak idegen. Csajkovszki, mondod, kismester. Te hülye vagy, fiam. Csajkovszkinál nincs nagyobb mester. Nyomába sem ér a te német Wagnered. Csajkovszki a közös eredet. Mindenféle nemzet és nép közös eredet. Néha felzavarom az itteni zenészeket, és játszatom velük hajnalig. Megfizetem őket, már ha tudom. Egész életemben nyomorban éltem, de őket megfizetem. Rossz zenészek, de Csajkovszkit jól játsszák. Itt ülnek a szobámban,
is játszanak. És én sírok, mert olyan tehetségtelennek érzem magam mellette. Tudod, fiam, az ember néha hisz másoknak. Én is megtettem. Tudom, ez baj. Te félsz a forradalmaktól. Én őrzöm magamban a legszebb, legigazabb forradalmat. A hülye német nevelőid elhallgatták előtted, hogy itt volt egy forradalom, tudod-e? Nekem nem volt benne nagy részem, ha csak annyi nem, hogy egy este, egy német félszmű helyett, özöllött a közönség a Nemzeti Színházba, és az én Hunyadi Lászlómat akarták hallani. Azt, amit még én, igen, azt valóban én komponáltam. Minden hangjegyében benne van a teljes életem. Te ezt nem értheted. Te nem tudod, hogy én mit éreztem akkor. Szólt a zene. Szóltak az áriák, és azok ültek ott, akiknek valóban írtam. Te nem tudod, hogy én mit éreztem akkor. Belebújtam ebbe a nemzetbe. Nem akartam kiegyezni. És téged ide küldtek azok, ami nagy kiegyezésünk után, akik azt akarják, hogy a német és európai kultúra kizárólagos legyen. Nincs kiegyezés. Én nem egyeztem ki soha. Nem. Egész életemben önmagammal akartam kiegyezni, de rájöttem, hogy felesleges. Nincs kiegyezés önmagunkkal. Sok kis kiegyezést megértem. Felneveltem 3 fiút. Aztán jött egy lány, Ilona, meghalt. 14 éves volt. Belerokkantam. Nem lehet. Ilyen nem lehet. A szülő nem temetheti el a gyermekét. Ez rossz rend, rossz sorrend, diszonancia, mint a te Wagnerednél. Aztán meghalt még egy fiam, Ferenc. Beteg volt, vagy a kiegyezésem elől menekült? Nem tudom. A fiaim, akik még élnek, azokat én kényszerítettem a kiegyezésre. De hát, igazad van. El kellett volna zavarnom őket Bécsbe, Berlinbe, a te Ljubljanádba, Lipcsébe, akárhová, hogy olyanok legyenek, mint te. Öntörvényűek, önfejűek, euró. Én sem a zenét írom. Engem ír a zene. Ez sem a tiéd. Ezt is Liszt mondta. Liszt, igen. Ő lesz valaki. Liszt, igen. Ezt mondják, hogy nem vagyunk barátok. Ellenségek vagyunk. Erkel meg Liszt. Ő nem jön ide beszélgetni velem, mint te. De eljátszotta Bécsben a Hunyadi nyitányomat, mert azt akarta, hogy bemutassák az operámat. Pedig ő nem is szereti a műfajt. Én pedig vártam Liszt újabb és újabb műveit, hogy bárhol bemutathassam. De nem barátságból. Ez nem az. Ez kötelesség. Látod, ezt szeretem. Ez rendben van. Egyedül vagyok. A feleségem sem bírta a zsarnokoskodásomat. Igazad van, zsarnok voltam. Az is vagyok. Így is fogok már megdögleni. Így van, ez jó. Nemrég írtam valamit, és észrevettem benne Wagnert. Igen,
Wagner üzent, menjek már a francba. Ez már nem a te életed, ez egy másik élet. Amit most írsz, az már nem az. Fejezd be, elmehetsz. Ez a zongora rendesen fel van hangolva? Jól van, nem kell mindjárt harapni. Leopold Sauer, Prága, 1848. Nem akkor volt a forradalom itt? Ez aztán a hangszer. Cseh. Prágai. Mint én. Én is lehetnék hangszer. Nemzeti hangszer. Azon csak én játszhatom.